megyek utána ki Németországba, és arra gondoltam, hogy itt délelőtt útba lehet ejteni egy ilyen önkéntes dolgot, ráadásul olimpikon társaimmal, azért sportolókkal mindig jó együtt lenni, és egy jó dologért teszünk, veszünk. Én nem tudom hány pad van még, de nem könnyű, az egyszer biztos, így a harmadik padnál tartunk, a hátoldalt el is felejtettük, hogyha szutólag kell, ami nehezebb, mert közben szárad itt elő, tehát rosszul is csináltunk, és szerintem már egy nem is tudom mennyi ideje itt vagyunk, már folyik az orrom ugye a hidegben, tehát valószínűleg egy több mint fél órája már kenjük őket. És itt már egy horvát házaspárt is sikerült bevonni a munkába, úgyhogy ez tényleg látszik, hogy így együtt szépítjük Budapestet. Hit that jive, Jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Most az Erzsébet téren a 72 óra alrendezvénye folyik, amit az olimpikonok visznek véghez, hogy a csütörtökön az önkéntesek lefestették a padokat szép megyszínűre, és mi pedig ezekre a szépen lefestett padokra festünk rá mindenféle kis sportemblémákat. És én most próbálom az olimpiai ötkarikát meg személyesíteni, de még egyelőre nem sikerült. Igazából egy úszó emberke akart ide felkerülni, hát remélem látszani fog, hogy az is. Ez most egy gátfutó éppen, remélem felismerhető. Bár az előbb a gerelyhajtómat már felismerték, úgyhogy remélem ezt is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó program, egy nagyon szép dolog, úgyhogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy eljövök. Tetszett a feladat igazából, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy egyrészt a sportot is egy kicsit népszerűsítsük, másrészt, hogy az önkéntesség szerintem nagyon fontos, és Magyarországon nem kap elég nagy hangsúlyt. Mindenképpen fontos, jelentősége is van, már csak szerintem az lett a kérdés, hogy valóban létrejön-e az a szeretet gyakorlatilag, hiszen itt azért elsősorban ennek a közvetítéséről van szó az én gondolataimban. Most ha példának veszem ezt a teret, amit mindenki használ, majdnem minden nap, rengeteg ember jár kell itt, és ezek a padok, ahogy itt kinéztek, és ami mondjuk ezt a padot itt helyre rakjuk, és jobban néz ki, és tisztában tartják, és jobban élvezik ezt a helyet, bátrabban ülnek le ide, akkor azt gondolom, hogy van értelme, igen. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember néha csináljon bárki, bármilyen önkéntes munkát, meg az embereknek biztos jó lesz, hogy látják, hogy milyen kis rajzok vannak itt. Már látom, hogy állnak meg itt erre járók elők, és nézik, hogy mit csinálunk, úgyhogy azért ez szerintem tök jó. Hit that jive, Jack.